Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Szabó Ádámmal, a Kerekharaszt első és eddig egyetlen polgármesterével beszélgetünk. Ez könnyű helyzet, kényelmes helyzet, nehéz helyzet, tudom, hogy naív a kérdés. Meg lehet nyugodni, vagy ugyanolyan lendület kell, mint eddig? Köszöntöm a nézőket. Nem könnyű feladat. 2006-tól vagyok a település polgármestere. A kezdetek eléggé zötyögősek voltak, a 60-tól való leválás, a vagyonmegosztás meg minden, hát ott komoly munkát kellett kifejteni, de ezután szépen beindult a település fejlődése. Az első ciklusban felállt képviselőkkel sok mindent sikerült megvalósítani, és azóta folyamatosan. Teltek el ciklusok, voltak még választások, volt, amikor volt kihívom, legyőztem, kétszer volt kihívom, a kétszer nem volt kihívom, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a mai napig is egyedüli jelölt vagyok. Tehát munka az van folyamatosan, nem csak az volt nehéz leválni a településnek, önállóvá válni, hanem ezt követően azokat a fejlesztéseket, amelyek évekig elmaradtak Kerekharaszton, na ezt kellett valamilyen úton, módon bepotolni. Igen, erre is akartam kitérni, hogy egy kapott rendszert elindítani, illetve azt átvenni és átalakítani, vagy egy teljesen új önkormányzatot építeni, és utána elindítani a településnek a fejlesztését, azért az sem olyan egyszerű. És akkor jöttek a fejlesztések, illetve azok a pályázatok, amiket sok-sok pénzt tudtak nyerni erre. Hát hál' Istennek a közös munkával sok mindent sikerült elérni, és a kapcsolatrendszer, meg a másik dolog, jobba kell lenni a település országgyűlési képviselőjével. Én mindig igyekeztem ezt vallani a település érdekében. Az utóbbi évek hozták el valóban a település nagyobb mértékű fejlődését. Többek között olyan, hogy csatornáztunk a településen, többek között olyan, hogy az önkormányzat tulajdonában levő és a szakmunkás képzőnek átadott tanműhelyünket sikerült energetikailag felújítani. Tornaszobát építettünk az óvodához, energetikailag óvodát felújítottuk, a hivatalt felújítottuk energetikailag. Ezen kívül egy közösségi házat sikerült építeni, műfüves pályát sikerült építeni, ravatalozónkat sikerült felújítani, útakat, járdákat építettünk. 2014-től számolom, hogy durván olyan 1,5 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a faluba, 1,5 milliárd. 2022-től errefelé sikerült olyan beruházásokat megvalósítani, durván, ami megvalósult vagy folyamatban van, egy olyan 700 millió forint értékben. Jelen pillanatban két nagy pályázatunk folyik. Építünk a hivatal udvarára, a hivatallal szembe egy művelődési házat. Ezt TOP plusz pályázat keretében már durván a 400 millió forint értékben épül. Ezt megnyertük, ezt a pályázatot, és egy 170 milliós, 8 fős mini bölcsődét fogunk építeni a településen. Tehát ez két olyan nagy projekt, amelynek most kezdünk hozzá. Mindkét projektet jövő év február végéig kellene megvalósítani. A közbeszerzés eléggé elhúzódott, ezért nagyon reméljük, hogy az irányító hatóságnál tudunk egy kis kedvezményt kérni, és 2-3 hónappal meghosszabbítani a befejezési határidőt. A polgárokat mennyire tudják figyelembe venni, illetve az ő kéréseiket, hogy mit kellene és hogyan kellene fejleszteni a településen? Folyamatosan egyeztetés folyik. Van itt egy nyugdíjas klub. A nyugdíjas klub két hetente ülésezik, két hetente összegyűl. Minden alkalommal megkeresem őket, elmegyek, beszélgetünk.
mit szeretnének, hogy szeretnék, mi az, amit ebből meg tudunk valósítani. Ezen kívül országgyűlési képviselőnk is folyamatosan itt van a településen, egyeztetünk civil szervezetekkel, polgárőrséggel, nyugdíjas klubbal, mindenki, aki él és mozog, beszélgetünk és kérdezzük, hogy mi az, amit szeretnének a településen megvalósítani. A civil szervezetekről beszélgessünk, hogy milyen civil szervezetek működnek, és hogyan tudják őket támogatni. A civil szervezetek létszámban nem jelentősek, de ezen kívül egyesületeket is támogat az önkormányzat, úgy, mint az óvoda alapítványát, a herédi iskola alapítványát. Tudni illik, sok kerekharaszti gyerek jár Herédre, és valamikor herédi önkormányzattal, a herédi iskolával volt megállapodásunk, oda jártak a kerekharaszti gyerekek. Mindaddig, ameddig az 1-8 osztályos iskolai feladatellátás önkormányzati feladat volt, ez már nem az. Ezen kívül vitézi brandet támogatjuk, és ami a legnagyobb civil szervezet kerekharaszton, a Magyar Rákellenes Liga kerekharaszti alapszervezete, és őket is támogatjuk. Polgárőrséget, aki kéri, és amikor lehetőségünk van, támogatjuk őket. 2006-tól polgármester, illetve vezeti a települést. Melyik szakasz volt, megint naív a kérdés, könnyebb vagy nehezebb, illetve melyik az a szakasz, amire nagyon büszkés kiemelni? Az elmúlt ciklusban durván egy olyan 820 millió forint értékben sikerült fejleszteni a települést, viszont az ezt megelőző ciklusban, ahol durván másfél milliárd forintnyi fejlesztés volt, hát az talán ott sikerült a legtöbbet elérni a településen, ez valójában a csatornázást is jelenti, ami egy olyan 650 millió forintba került. Tehát a csatornázás volt az, ami nagyon fontos volt a település életében, ezt még az előző ciklusban sikerült megvalósítani. Most ebben a ciklusban, is rengeteg fejlesztést tudtunk megvalósítani. Van olyan, hogy top pluszban a kerekharaszti út és temető közötti földútat szeretnénk megcsinálni. Van egy olyan földútunk itt a településen, a Vadvirág utca. Hát ezt az elmúlt 6 évben, minden évben BM pályázatot benyújtottunk, és ezt soha nem jutott révbe. Most top plusz pályázat keretében reménykedünk, hogy összejön. Meg van egy ilyen helyi humánfejlesztés pályázatunk, ez egy 3 évet felölelő pályázat, ezt 50 millió forint értékben pályáztunk, ezt 3 év alatt kellene megvalósítani. Többek között olyan komfort érzelem, mint kamera kiépítése a településen, meg különböző rendezvények támogatására. Ami nagyon aktuális, június 2-án fogunk tartani egy ilyen juniális rendezvényt. Ez is egy ilyen LIDER pályázat keretében nyertünk erre 2 millió forintot, és június 2-án szeretnénk a gyerekeknek valahol gyereknapra egy 14 órától 19 óráig egy ilyen műsort szervezni itt a hivatal udvarába, ahol játszóvártól elkezdve ugrálás, vattacukor, hotdog a gyerekeknek, fellépők lesznek, kiállítást fogunk szervezni, helyi vállalkozások, vállalkozók, termelők termékeiből. Reméljük, hogy egy jó kis délutánt hozunk össze. A júniusi választást tegyük föl pozitívan, illetve hát úgy alakul, ahogy a polgármester úr szeretné. Van olyan pályázat, illetve van olyan cél a településen, amit még nem lát pályázatot, hogy amit nagyon szeretne megvalósítani? Milyen fejlesztés lenne az? Ilyen célálló? A tervekből soha nem fogyunk ki.
Még rengeteg dolgot meg kell valósítani a településen. Kell folytatni a járda árok felújítást, kell folytatni az útfelújítást. Három földút van még a településen, említettem a temető felé egy kisebb rész, amit le kell aszfaltozni, ezen kívül a Vadvirág utca, ami régi álma a településnek. Ezen kívül a hármas úttal párhuzamosan van az úgynevezett Krúdi utca. Na most erre az utcára már szerettünk volna pályázatot is benyújtani, nyújtottunk is be pályázatot, elkészítettük a terveket, tehát jogerős építési engedélyünk van, viszont összegben ez durván egy olyan 100 milliós összeg, még erre a forrást nem sikerült összehozni. Tehát tervek vannak, tehát még ezeket az utakat meg kell csinálni, járdákat. Hogyha a továbbiakban is a lakosság úgy gondolja, hogy bízik bennem, és látja, mit sikerült eddig megvalósítani, tehát ez bizonyíték, mint az Old Spice, hogy ez van, itt van a bizonyíték, kérem, ezt ígérte, ezt megcsinálta, és még mit szeretnék ígérni? Hát mondtam, a Krúdi utca, Orgona utca, járda, árokfelújítás, Vadvirág utca, játszótéri eszközök pótlása, természetesen ott azt is pályázat útján szeretnénk megvalósítani. Az óvodánk, azt gyönyörűen rendbe tettük, energetikailag tornaszobát építettünk, a tetőt lecseréltük, ott még a vizes blokkot szeretnénk felújítani. Buszvárot szeretnénk építeni a településen, fedett buszvárokat. A hármas úton hasonló módon a buszvárot meg szeretnénk újítani. Na most ott még problémák vannak, mert annak a jogilag nem tisztázott, hogy az, ami most ott van a hármas úton, ami már dől össze, hogy az kié. Nem tudjuk, hogy kié. Önkormányzaté nem, a hármas úton a közúté nem, a voláné nem. Na ezt kell kibogozzuk, de ki fogjuk bogozni és meg fogjuk csinálni. Azt mondja, hogy a két éve falu buszt nyertünk pályázaton, beindítottuk a falugondnoki szolgálatot. Na most ennek a falubusznak akkor van egy kis traktorunk, amivel füvet nyírunk, meg ide-oda járkálunk a faluba. Tehát egy nagyobb kapacitású traktorra beadtunk pályázatot a Magyar Falu Program keretén belül, elnyertük ezt a pályázatot. Ezzel a traktorral szeretnénk megvalósítani a sikosságmentesítést a faluban. Na most ennek a három eszköznek szeretnénk egy tárolót építeni ide a hivatal udvarára, hogy ne a szabad ég alatt legyenek. A fásítási programot szeretnénk folytatni. Meg lehet nézni a Kerekharaszti úton végig gömbfákat ültettünk pályázatból. Továbbra is szeretnénk folytatni az iskolai és óvodai beiratkozáskor támogatást fizetünk, tehát támogatást adunk a szülőknek. Ezen kívül a 60 év felettieknek vásárlási utalványt biztosítottunk minden évben. Ezt is szeretnénk tovább folytatni. Minden évben megszoktuk oldani a burgonya meg a hagymavásárt Kerekharaszton, hát kedvezményesen vásárolnak az itt lakók, meg a tavaly nem jött össze, de eddig minden évben volt olyan, hogy virágosztás, minden kerekharaszti állandó lakcímmel rendelkező 2 cserép muskátlit kap. Ezen kívül eddig is biztosítottuk a szociális tűzifa biztosítását az arra rászorulóknak. Most újból pályáztunk, ebben az évben is szeretnénk a nagyon rászorulóknak. Hát van, aki 1,5-2 köbméter fát sikerül így biztosítani számukra. Ezen kívül a szociális rendeletben megállapított módon van olyan, hogy szociális ebédet biztosítunk. Ez körülbelül 50 főt jelent a településen. Ez a hétvégét kivéve minden nap kétfogásos ebédet tudunk biztosítani. Annyi, hogy mindenki tudja, hogy azért az élelmiszer árak hogy elszálltak. Eddig az önkormányzat ezt teljesen ingyen biztosította mindenkinek. Most egy
200 forintos hozzájárulást kérünk egy kétfogásos ebédért, azért gondolom, hogy nem sok, 200 forint egy kifli árát. Tehát, és tovább szeretnénk az alapítványokat is támogatni. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!